Szeretettel köszöntünk mindenkit a Olvassunk és Főzzünk októberi kulturális seregszemléjén. Zoltán, jó így, nagyszerű. És mielőtt folytatnánk a programunkat, először is nagy szeretettel köszöntjük és köszönjük Szegvári Katalinnak, média személyiségnek azt az önzetlen és titokban elvégzett segítséget, ami nélkül nem jöhetett volna létre ez a mai kulturális program, köszönő program. Hogy lássuk Katalin, mert megint elbújt. Köszönjük még egyszer. Minden hónapban egy ilyen köszönő csomaggal szeretnénk kifejezni a hálánkat önök felé, akik támogatják ezt az országos programot. Talán nem hiába való elmondani még egyszer, hogy az ötlet, amely Tóth Zoltán fejéből pattant ki, hogyha már az embernek a demokratikus eszközök kihullanak a kezéből, akkor még mindig oda mehet a polchoz, leemelhet egy könyvet, és ha szellemileg felfrissült, akkor eszébe jut, hogy sokan pedig éheznek a szószoros értelmében, és akkor lehet főzni is. És mi annyit tettünk ehhez a gondolathoz hozzá, hogy Jézus pedig arra bátorít bennünket, hogy ha látjuk a szegényeket, látjuk az éhezőket, akkor vegyük a bátorságot, és adjunk nekik enni, és ebben önök nagyszerű munkát végeztek. Ugye azt határozta el a Budaörsi Olvasókör, hogy segít egy olyan konyhát létrehozni, amelyben tisztességes módon lehet főzni legalább 500 embernek, és ennek a programját hirdettük meg többek között, és majd a konkrét számokról és dolgokról Iványi Gábor és Tóth Zoltán fog beszámolni az együttlétünk vége felé. Sajnálattal kell elmondanunk, hogy Konzsuzsa előadó művész nem tud jelen lenni ma közöttünk, de nagyszerű barátját, segítőtársát elküldte, aki nem elküldte, aki eljött, és őt felkérte, hogy a levelét olvassa fel, úgyhogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Gerendás Péter előadó művész urat, aki elfogja egyfelől Konzsuzsa levelét olvasni, és utána pedig minimálisan 10 percet játszik a számunkra. Szegény emberek, hajléktalan emberek, menekülők, az olyan távoli dolognak tűnik, de amikor hús-vér valóságában egy méterről lát valaki ilyen embert, és volt, hogy a feleségem a gyerekekkel kiment a Keletibe, amikor a szerencsétlen menekülők próbáltak valahogy Magyarországon átmenni, és a kislányom utána, aki már nem annyira kicsi, 20-22 éves, mikor hazament, akkor teljesen egy ilyen nagyon erős, zokogó roham tört rá. Szóval más, amikor test közelben látja az ember. Az is érdekes, amikor hirtelen olyan ember, akit a nézőtérről csodál az ember a színpadon, akár mint gyerek például, mert én már gyerekként csodáltam, egy hosszúhajú, gyönyörű, franciás, szépségű énekesnőt, Konzsuzsát, és egyszer csak felhívott engem telefonon. Hát ez olyan, mint hogyha egy álom hirtelen megvalósulna, és megkért engem, hogy írjak neki dalt, és ennek már nagyon, ez már legalább 25 éve minden egyes lemezén legalább egy vagy két dalt én írok, és hát ez nagyon nagy öröm mindig számomra. Öröm volt most is, hogy Zsuzsa fölhívott, hogy hajlandó lennék-e az ő üzenetét felolvasni, ami hát természetesen nem, hogy hajlandó vagyok, hanem nagy öröm számomra. Beszélni legalább annyira szeretek, mint zenélni, vagy még lehet, hogy kicsit jobban. Állítólag sokat is szoktam ezt gyakorolni. Drága barátaim, úgy hozta a sors, jobban mondva a vírus, hogy ma mégsem lehetek ott köztetek, mint ahogy terveztem.
Borzasztóan sajnálom azért is, mert az oltalmazók, engedjétek meg, hogy így nevezzelek benneteket, olyan missziót teljesítenek, mely a védtelen áldozatokat oltalmazza, támogatja, tanítja, táplálja, segíti, ahogy tudja. Számomra megtiszteltetés, hogy magatokhoz hívtatok. A heroikus munkát, amit végeztek, ahogy ezt a közösséget megteremtettétek, én is, mint sokan mások, csodálattal figyelem. Nem esik jól, hogy ezt most személyesen nem mondhatom el nektek, de remélem, hogy még adódik alkalom, amikor ezt bepótolhatom. Szeretném látni és megtapasztalni a közösségeteket, és érezni a szeretetet, megbecsülést, amely összeköt benneteket. Tudom, érzem és remélem, hogy sokan támogatnak benneteket, és az ország lelkiismereteként ők is cselekszenek. Szeretném kérni mindenkitől, hogy tehetsége szerint járuljon hozzá az ügy sikeréhez, mert ez kicsit talán becsület és tisztesség dolga is. Nagyon sok szeretettel, barátsággal és együttérzéssel gondolok mindnyájatokra, vigyázzatok egymásra és magatokhoz, az ebédhez jó étvágyat kívánok, üdvözlettel, Koncz Zsuzsa. Drága barátaim, és akkor most következik egy olyan dal, amelyet Koncz Zsuzsa duett lemezére írtam. Ezúton szeretnék a szerzőtársamról beszámolni, vagy elmondani, hogy egy nagyon tehetséges, még sokra viheti az életében egy ifjú, tehetséges szövegíró írta a szöveget, úgyhogy Bródy János. És hát ez a másik, a fejezet másik része, de öröm nekem minden alkalommal egy ilyen ikonikus szerzővel közösen dolgozni. Úgyhogy drága barátaim, következik a dal, amelynek az a cím, hogy Kegyetlen játék. Ugye azt szokták mondani a film elején, szokott, hogy a történet szereplői, ha véletlenül ismerősek lesznek, az csak a véletlennek a műve. Tehát a dalban, ha valamiféle ismerős motívum lenne, az csak a véletlen műve. Ki tudja már, hogy hová megyünk, és tudunk-e szeretni még, ha megérkezünk. Ki őrzi majd a szívünk talán, és a filléres emlékeink hangulatát. Gyűlöllek téged, hazug igény, kegyetlen játék, gyűlöllek téged, pedig ezzel az erővel még szerethetnél. Csöpög a méz, és hazug a dal, és csak illúziókat ad el a reklámipar. Nem érdekel, hogy ki mit ígér, hiszen elszáll a szó, és az írás semmit sem ér. Gyűlöllek téged, hazug ígéret, de ha őszinte lennél, talán még szerethetnél. Kegyetlen játék, gyűlöllek téged, pedig eszel, hiszen tudom, hogy tudod, hogy most minden bizonytalan. Sem neki eszed, második elegye van, de ha úgy érzed te is, hogy lehetne más, talán szívünk szólhatna még egy formát. Szerethetnél, és mégis félek, mit mondsz részedről minden, az úgy ígér. Kegyetlen játék, ilyen az élet, de ha őszinte lennél, talán szerethetnél. De
Drága barátaim, néhány évvel ezelőtt írtam egy dalt, amelynek az a címe, hogy La Dolce Vita, ami arról a csodálatos hangulatról szól, hogy milyen csodálatos lehet valakinek az utcán ébredni, vagy milyen csodálatos lehet télvíz idején egy padon álomra hajtani a fejét. Hát erről szól a dal, melynek címe La Dolce Vita. Nézz körül a szobámban, a plafon a csillagos ég. Jól vagyok rongyruhámban, hiszen erről álmodtam rég, s a padról már olvad a jég. Hány kötetnyi tanulság, még egy céltalan célba ér. 100 milliónyi igazság, és cipelni oly nehéz, még egy világba be nem férsz. Neked adom én bárgyalasért, életem legfőbb kincsét, egy koldus kenyerét. Ládad se vítál, minden csupa méz, együtt valszunk a nyárfák terén, télvíz idején. La Dolce Vita, minden olyan szép, minden együtt táncolunk a kukák tetején, Európa közepén, a század elején. Ne félj, ha arcom kicsit borostál, s ott vagyok, ha pirosba ér. Két szemedben szorongás, és hozzám én félsz, s gyorsan a gázra lép. La Dolce Vita, minden csupa méz, együtt alszunk a nyárfák terén, télvíz idején. La Dolce Vita, minden olyan szép, együtt táncolunk a kukák tetején, közepén a század szépen köszönöm, drága barátaim, és ha már a lányomról beszéltem, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nagyjából, ugye, ha jól számolom, várjunk csak, nehéz így összeszámolni, de 9 gyerekem van, ha jól számolom, és ugye kijelent valamiféle, én ezt azért igyekeztem, hogy ennyi sok gyerekem legyen, hogy valamiféle reprezentatív felmérést tudjak az ügyben kitalálni, hogy most a lány vagy a fiú gyerekekkel könnyebb az élet. És hát ugye 5 fiú és 4 lánygyerek biztos tudatában ki kell, hogy jelentsem, hogy a lánygyerekekkel jóval, de jóval egyszerűbb az élet. Ők egyszer hazajönnek az iskolából, nekiesnek a leckének, nem kell sírva könyörögni nekik, vagy öngyilkosságot színlelni, vagy ilyesmi. Egyszerűen csinálják a dolgukat. Ezzel szemben a fiú gyerekek, minthogyha tulajdonképpen az összes tanár az összes iskolában összebeszélne, nekik soha nincs leckéjük. Egészen este 9:30-ig, amikor valamilyen
asztrológiai összefüggések során a csillagok úgy állnak, hogy mégiscsak fény derül az igazságra. Ilyenkor aztán a fiúgyerekek, tehát kiderül, hogy van lecke, ilyenkor a fiúgyerekek rettenetesen betegek lesznek. Egy olyan súlyos, lázas betegség vesz rajtuk úrrá, ami miatt egyszer nem tudnak másnap iskolába menni. Az egyébként mélységesen utált osztályfőnök iránt hihetetlen rokon szenvet kezdenek érezni, lojalitást és együttérzést. Hát csak nem fertőzhetem meg azt a szegény osztályfőnököt. Szóval a lényeg az, hogy kijelenthetjük, hogy a lánygyerekekkel sokkal könnyebb az élet, egészen addig a pillanatig, ameddig be nem mutatják első udvarlójukat. Ebben az esetben, hogyha a lányos apának nem szimpatikus az illető, már pedig nem szimpatikus, ebben az esetben kezdődnek a problémák. Hát én is így jártam, Hanna lányom büszkén mutatta be első udvarlójukat, aki tényleg, hát szóval olyan egy csodálatosan fantasztikus, hogy szenves pofa volt, és tényleg szívem melegével utáltam az illetőt. Úgyhogy drága barátom, erről szól a következő dal, amelynek címe Kicsi lány. Mint ha tegnap lett volna, hogy megszülettél, rohantam, hogy végre meglássam, milyen lettél. Tőlem kaptad a hajad színét, anyától csillogó, izzó kék szemét. Kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rám? Kicsi lány, mindig figyelsz majd, ugye rám? Tőlem kaptad az ősök hitét, anyától az ártatlan, végtelen életkedvét. A festészet úgy látom nem érdekel, de a költészet mindig, mindig az égig emel. Kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rám? Kicsi lány, mindig figyelsz majd, ugye rám? S ha egy szép napon bemutatsz egy furcsa fiút, majd bölcsen hallgatok, de remélem, hogy van még kiút. S ha könnyezve nézek a vonat után, csak a szél fújt a szemembe, bolyongó füstöt talál. Kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rám? Kicsi lány, mindig figyelsz majd, ugye rám? Kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rám? Kicsi lány, mindig figyelsz majd. Köszönöm szépen, még visszajövök, reklám után visszajövünk. El is vette Gerendás Péter a kenyeremet, mert ezt akartam mondani, hogy Gerendás Péter, Liszt Ferenc díjas előadó művészt és zeneszerzőt hallották, aki még vissza fog térni, de már elmondta, úgyhogy ő vissza fog térni. Most egy picit borúsabb az idő, és arra gondoltam, hogy Spíró György, aki nem tud itt lenni, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, költő, elküldte az ő üzenetét, és gondoltam, hogy most meg tudjuk nézni, majd lesz még valaki, aki viszont el tudott jönni, és majd köszöntjük őt, de most borúsabb idő lévén próbáljuk meg azt az üzenetet, amelynek címe Olvasni jó, megnézni, tehát Spíró Györgytől. Olvasni jó. Szerencse fia, aki a gyerekkorát végig betegeskedi, évekig nem vehet részt a szokásos játékokban, többször is hónapokig nyomja az ágyat, időnként pedig 40-41 fokos láza van, mert ha túléli, profitál belőle. A gyenge egészség eléréséhez nem árt, ha az édesanyja éhezik a terhesség alatt, és a gyermeket legalább jó hónappal idő előtt szüli meg olyan világban, amelyben az inkubátor még fel sincs találva. A gyermek a mészhiánytól angolkort kap, minden vírust és bacillust beszed, a fülét két havonta szúrják fel, és ha még erre sem süketül meg, a sors megvonja a vállát, és agyafurtabb furfangokkal próbálkozik. Harmadikos koromban vírusos májgyulladást kaptam, két hónapig feküdtem otthon,
hetedikben agyhártyagyulladást, majd TBC-t szereztem be, akkor hónapokig nem mehettem utcára. A harmadikos tanítóbácsi, kedves nagymackó, az úszó olimpiai bajnok Novák lányok papája a rengeteg hiányzásom ellenére az előírással dacolva a felsőbb osztályba engedett. Hetedikben nehezebb volt, jól megfingadtak a tanárok, pótolnom kellett minden egyes kimaradt dolgozatot, és feleltettek rogyásig. Csoda, hogy tovább engedtek. A betegeskedés komoly előnyökkel jár. Heverhet az ember naphosszat a szülei szobájában, a szülők dolgoznak, és ha magas a láza, éjszaka sem kell a saját szobájába mennie, amelyben nincs fűtés. Bámulhatja napokig, hetekig, hónapokig a csipkefüggöny lovacskáit, egyforma lovacskák tömege, ritmikusan jobbra, illetve balra áll a fejük. Ha az ember sokáig bámulja, mozogni kezdenek, és csuda ábrákba rendeződnek. Szórakozásnak ott van a furúja, amelyen az égvilágon mindent el lehet fújni, a szülők nem tudnak az élvezetbe belezavarni, és nem szólnak, ha csak improvizál az ember. Ha mehetek focizni a többiekkel, nem alakul ki a belső látásom, sok mindenre vak maradok. És ott voltak a könyvek. Nem a könyvek szövegére emlékszem, hanem a képekre, amelyeket láttam. Máig megborzongok, ha a Tom Sawyer barlang jelenete felrémlik előttem. Látom Verne tengermélyét és holdutazását. Látom a francia lobogó végzetes ütközetét. Dickens szegényházát, Jókai jeleneteit, a Spartacus felkelés hulláit Howard Fasttól. Elolvastam bármit, amit a kezembe adtak. Néhány könyv megmaradt a háború előttről, Upton Sinclair Lenny Budd sorozata, hát bizony unalmas a spiritista szeánszon kívül, de végigolvastam meg Martin Dugar Tibó családját. A haldokló főhős jegyzetei eléggé kiborítottak. A TBC-m alatt olvastam a Varázshegyet. A főhős iránt a tüdőbaj miatt rokoni érzelmeket tanúsítottam, de azért tisztában voltam vele, hogy vicc az egész, ez másmilyen mese, ez a hős a maga semmienségével nem olyan. Nagyokat kacagtam Thomas Mann mondatain, anyám aggódott is az elme állapotom miatt, mert ez komoly könyv, nem illik nevetni rajta. Apámnak nem volt ideje olvasni, de az iróniát úgysem értékelte volna. A huzamos betegeskedés az állóképességet, a fekvőképességet fejleszti. Az évekig tartó összpontosításra tesz alkalmassá, a maratonfutás egyhangúságának elviselésére szoktak, ezáltal bármely hosszan húzódó későbbi alkotó vagy tudományos tevékenységre képesít. Természetem szerint hebrencs fel-fel csattanó hisztérikus ember volnék, ezt folytotta le bennem a kényszer annyira, amennyire, és lettem kissé túlfegyelmezett. Az se jó persze, ha az ember tovább tűr, mint kellene, gyomorra megy és a vérnyomást emeli, de bizonyos típusú alkotáshoz elengedhetetlen. Az olvasás az aktív fantáziánkat fejleszti. Merőben más képességeinket mozgósítja, mint a ránk erőltetett képekkel dolgozó bennünket passzivitásra kényszerítő vizuális műfajok. Nagy szerencsém, hogy még nem volt televízió, a rádió pedig, amely tele volt jobb és rosszabb hangjátékokkal, hasonlóan működik, mint az olvasás. A befogadó fantáziájára van bízva, milyen képet, milyen jelenetet lát, és a hangokhoz milyen külsőt képzel. Aki olvas, más életekbe, más közegekbe, más korokba nyert betekintést, nem teljesen védtelen a számára adatott korszakkal szemben, és nem tekinti elrendelésnek, amiben él. A szép irodalom, a jó mese az elmén kívül a lélekre is hat, az előző nemzedékek tapasztalatait a leghathatósabban adja át, ezért tiltják, amikor tehetik. Az olvasást jó könyvekkel tanácsos kezdeni, és azokkal is kell folytatni, ha lehet. Az edzett olvasó persze megbirkózik akármilyen vacakkal, mert gondolatban rögtön ír helyette jobbat. A fejben való átírás is mulattató. A szöveg által előívott képek tovább variálhatók. Belemerülhetünk a mesébe úgy is, hogy a szerző által előírt színhelyen körülnézünk, és egészen mást is észreveszünk, mint amit a szerző látott. A videójátékok adnak alternatívákat, de az általunk választott utak mindegyikében diktált,
a kép és a cselekmény az aktív fantáziát megkötik. Ahogy felnőttem és a betegségeim eltünedeztek, ámulva vettem észre, hogy egészségesen is lehet olvasni. Sőt, még jobb, ha az embernek nem kóvályog a feje a láztól. Biztosan van módja, hogy ezt a csodát az egészséges lurkók is idejében megkapják. Ahhoz azonban más iskolarendszer kéne, mint a mai magyar. Bravo. Megkérdezzük Gerendás Pétert, hogy a fiainak nem írte valamilyen nótát, mert a lányoknak tudjuk, hogy írtál, de gyere akkor minimum két számot légy szíves játszom. Hát hogy ne írtam volna, hát ez nem lehet, nem lehet. Rögtön az első gyermek születésénél, akit úgy hívnak, hogy Dávid, ezért valamilyen rejtélyes oknál fogva a dal címe is ez, hogy Dávid. Dávid aludt szépen el, s az álomát ölel, szájüveg tépekkel, várnak rád a jó emberek. Aludj el, száz évig fogom kezel, Dávid, benne mindent kell, én mindig veled leszek, s a túl a gyermek éveken, kétség vagy félelem fog el. Aludj el, száz évig fogom kezel. Tiéd ez a vár, itt kell majd élned, így ígérnek a pálmafák. Dávid, figyel ám nagyon, a világ egy csillogó titok, megfejteni nem tudod, és kevés, amit én most mondhatok. Aludj el, a megfejtést megálmodom, tiéd ez a vár, itt kell majd élned, égig jönnek a pálmafák. Hajóz körbe az óceán, s én a parton majd várok rá. Dávid, aludj el, fiam, a csoda neked még hátra van. A hajnal majd rád nevel, s várnak rád a jó emberek. Vagy ha mégsem, akkor majd fogom kezel. Két hónap a nagy folyón? Az? Azért kell ezt tisztázni, mert ugye ennek a dalnak az a címe, hogy két hónap a nagy folyón, és nagyon sokszor van, hogy oda jönnek hozzám, hogy jaj, művész úr, én nagyon szeretem azt a számát, hogy egy hónap a patak parton. Úgyhogy azért tisztázzuk, hogy ez az. Drága barátaim, most más szerettem volna igazából, de még van lehetőségem, ugye? Még igen. Akkor most Kati, akit nagyon szeretek, az ő tiszteletére szóljon. Budapestről indult a gépem Londonon át, Bogotából egy kávé darálom mentem tovább. A levegőben szurkoltam kicsit az életemért, de oda fentről az ős erdőt látni minden megér. Két hónap a nagy folyó, két hónap a nagy folyó, két hónapon át egy rozog a gőzöm. Egy olasz orvos nem tudta, milyen a vízum pecsét, az Orinokon elvették tőle az útlevelét.
kapitányon láttam, hogy magyarul keveset ér. Rubik Ernő kockáját kérte, hogy mozog a gőzhang. A kikötőben mellém szegődött egy kecsua lány. A kabin ajtót magunkra zártuk egy délután. Manausban kitört a trópusi opera láz. Pavarotti hangjától zengett az opera ház. La donna mobile, al più bel vecchio, tutta la certa è di mense. La donna mobile, e già riso, quanto è duro è di sognare. La donna mobile, qual più mil vento, tutto la certa è di mense. Köszöntjük körünkben Túrci István József Attila, díjas és prima primissima díjas írót, költőt, műfordítót, irodalmi doktort, ha jól tudom. És ha minden igaz, két verssel készül, de azt beszéltük meg az elején, hogy lehet, hogy van a tarsajában egy harmadik vagy negyedik, nem tudjuk. Szép jó napot kívánok! Hallható vagyok? Kár, halhatatlan szeretnék lenni, de ezért még dolgoznom kell egy kicsit. Fizikailag először vagyok itt ebben a baráti körben, és arra gondoltam, hogy úgy illik, bár fizikailag először, de lélekben már nagyon sokatszor, úgy illik, hogy Tóth Zoltánnak, Iványi Gábornak és Iványi Miklósnak úgy köszönjem meg, hogy szöveghelyett elolvasom az első beígért verset. Ami ráadásul egy kicsit játszik Petya szövegére, mert az már klasszikus, én meg egy klasszikussal játszottam egy versereig. Úgyhogy, kedves házigazdáim, fogadjátok szeretettel ezt a szöveget. Fölszállott a pára, írta Ady Endre helyett Turci István. Fölszállott a pára parlament csúcsára, választópolgárok szomorúságára. Jaj, te szegény pára, lent nem maradhattál? Házad köré hazát így nem faraghattál? Nem véd már kötfátyol se trójai faló, van a Dunatájon sok szégyelnivaló. Nedves már, nedves az ősz kutya orra, büszke bősz honatják tüsszenterek sorra. A másikba törlik zsebkendőjük helyett. Fölszállott a pára a parlament felett. Azt számít csak mennyi, s kinek melyik alom, mert itt relatív minden páratartalom. A paraszóból jön, csak egy szláv jövevény, nem ős migráns, nem is finnugor csökevény. Vízcseppekből álló, légnemű, búsfelhő egyszer majd eloszlik, ha a magyar felnő. Fölszállott a pára parlament csúcsára,
sok magyar szívének szabadulására. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Zolék azt kérték tőlem, hogy az olvasás és a főzés dolgában meséljek már valamit is. Úgy alakul, hogy mind a kettő benne van egy nagyon személyes történetemben. Én egy tatai srác vagyok, aki amikor megszületett, akkor a szülei gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak, és nem is ugyanabban a városban, ahol éltünk. Ezért a nagymamám nevelt, aki egy felvidéki polgárasszony volt, 94 évesen halt meg, és még 85 éves korában esküvői ruhákat vart. Érsekújvári asszony volt, elképesztő volt. Ő akkor mondta, hogy vége az életemnek, amikor a húga, akivel gyerekkor óta együtt voltak és imádták egymást, aki 8 éve volt fiatalabb, meghalt. Utána ment egy hónappal később. Mondom, 94 évesen. És 85 évesen barna volt a haja. És ő nevelt engem, gyakorlatilag folyamatosan együtt voltunk, és amikor elkezdett főzni, kisiskolás voltam, elsős, akkor mindig azt mondta, hogy Pityukám, ez én vagyok, Pityukám, gyere ide, hozz egy könyvet, és amíg én főzök, olvas fel nekem, mondta ő. Hatalmas könyvtára volt, rengeteg regényt olvasott, mindig szerezte meg, kapta a Kuncsaftoktól a különböző könyveket, mert nagyon olcsón dolgozott, és én meg kérdeztem, hogy nagyika, mit olvassak, és akkor mondta, hogy na most akkor egy kis Jókait, akkor most egy kicsit mást, modernebbet. Emlékszem rá, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy ezt a Vasalbertet tegyük félre. Csak ennyit mondott, ő soha nem káromkodott. Ezt tegyük félre. Ez volt az első, 7 éves voltam. Úgyhogy mást olvastunk, novellákat, Móricz novellákat rakott elém, és én mindig olvastam. Tehát az étel illata, íze, hangulata, az valahogy nekem összefolyt, összeadódott az olvasás, az auditív élmény és az akkor hallott és olvasott dolgok tapasztalásával. Ez a kettő valahogy annyira egybegyúródott nekem, hogy máig így van, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam, mert Zoli kapacitált, hogy mondjam. Engedjék meg, de ha nem engeditek meg, akkor is felolvasom a legutolsó versemet. Ez megint egy olyan dolog, amit tényleg örömmel hoztam. Ezt tegnap jutott eszembe, hogy el fogom hozni. Ennek is van egy személyes apropója. Nagyon-nagyon régi írótársam, költőtársam, barátom, nagyon-nagyon-nagyon becsülöm a mai kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb személyisége, Gergely Ágnes, akit nagyon sokan nem ismernek, és ez nagyon nagy baj. Most volt 9 nappal ezelőtt 87 éves. És én meg múlt héten lettem nem annyi, és a kettő között úgy éreztem, hogy megszólítom Ágit, hiszen megbeszéltük telefonban, hogy hát 35 éve ismerjük egymást jól, és ez a 35 év, ez azért, egyébként azért, mert Vas István hozott minket össze annak idején, Pista bevitt és bemutatott az Áginak, nektek találkoznatok kell címen, és úgy gondoltam, hogy e találkozás emlékére köszöntöm, üdvözlöm Gergely Ágnest. A szöveg címe a felismerés. Gergely Ágnesnek levél helyett első találkozásunk 35. évfordulóján. Úgy tesz, mintha nem is volna. Alaktalan füstnek látszik, pedig ő maga a forma. Testéből távozó árnyék, ahogy régi fényköréből lemondóan átlép. Ez már nem az ő kora. Történjen bármi, viseli, csak hamis hangokat soha. Ez az Isten valaki más. Lámpást hordoz testgyanánt, nincs zárkattanás. Most hagyja ránk mindenét, zajtalan kába távozás, hallgatás üledék. Nincs mit mondani, nincs kinek, mintha jégtáblákon állna a csend olyan hideg. A felismerés szőnyegére borul, és szavak nélkül egykedvűn nézi, ahogy bealkonyul. Az est
ma pergamen sárga. Felsejlik a szétnyíló tenyér örökké valósága. Köszönöm szépen! És végül arra gondoltam, hogy, és ez még Ágival függ össze, hogy amikor Ágival a megismerkedés után legközelebb találkoztunk, és egy jót beszélgettünk, az a Goethe intézetben volt. De nem ketten voltunk, hanem hárman. A harmadik embert Kertész Imrének hívták. És ezt Imre később is mindig emlegette, és amikor Imre elment, akkor azon az éjszakán megírtam egy verset, ami azóta természetesen Imrének köszönhetően 20 nyelvre fordítatott. Éppen most kaptam meg tegnap a szerb változatát, de én magyarul fogom felolvasni. És ezzel köszönöm meg a figyelmeteket, köszönöm meg a lehetőséget, hogy itt lehettem, és hát nyilván nem megyek el, mert szeretném látni mindezt, ami még itt történik, meg beszélgetni veletek. De jó volt, hogy egy kicsit együtt lehettünk, és biztos még Pétert halljuk egy zene erejéig. Ugye kénytelen lesz, mert nagyon keményen nézel rá folyamatosan, úgyhogy... Közel az idő. Kertész Imrére gondolok. Ugye tavasszal halt meg, azt csak azért hozzá kell tenni. Március 30-án. Mi ez, ha nem tavasz? Szokásba borulnak a fák. Türelmet virágzik a párateste, felnyitva végre a tél szarkofág. Éjszakák szöges drótjai után ingújban sétálunk a sorok között. Valóságnak hisszük, amit látunk, arcunkra lassú fény költözött. Hazai szavakat hordunk össze. Nincs irigység és nincsen harag. Ma ki lehet biztos az erejében? A múlt folyói összetartanak. Mert az is elmúlik, ami fölemelt. És az is, ami meg se történt. Ez a nap is a papírra csordul, erőszakkal, némán, önként. Közel az idő, és közel a múlása is. A szájakon, a szíveken lakat. Ítélni innen lészen eljövendő eleveneket, holtakat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hadd kérjük meg Iványi Gábort, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökét, akit szintén szeretettel köszöntünk körünkben, hogy köszöntse a jelenlevőket. Bocsánat, az ideálok Péter helyére, és azt hiszem, hogy ide van be berakva a következő dal, vagy valami jó? A szöveg. A szöveg. A dal az beléd van rakva, és onnan fog előjönni, és szeretném megköszönni nektek, hogy elhoztatok annyi jót ide, és minden kedves jelenlévőnek, hogy velünk voltak ebben a fontos, szép dologban, amit Zoltán indított el. Olvassunk és főzzünk, ez olyan nehezen jön össze, mert az együnk és olvassunk, az még inkább összejön, de olvassunk és főzünk, az kicsit nehezebben, de jó, hogy így együtt van. Most főzni kezdtünk a Színművészeti Egyetem diákjai számára is, és ez megtiszteltetés nekünk, hogy tudtak kérni, és megengedték, hogy bevonódjunk mi is az ő küzdelmükbe. Tegnap és ma éppen hirtelen más jelentkező nem volt, a feleségem főzött nekik, ő hozzá van szokva, ilyen, mi is nagy családból jövünk, bár nem tudunk versenyezni, nekünk csak 9 unokánk van, 6 gyermekünk. És szoktam mondani, hogy azért nem dicsekszem ezzel, mert apámnak ennyi idősen már 53 unokája volt,
és meg is érte, megérte még ezt, aztán ment el, meg hát 30 fölött járnak már a dédunokák, ki tudja mennyi, ott is nehéz volt kicsit számba venni ezt, édesanyám pedagógus volt, ő viszont mindenkinek tudta nem csak a nevét, hanem a születésnapját is, mert ő minden nap névsorolvasást tartott a Jóisten előtt, és mindenkire emlékezett, számon tartotta mindenkinek a születésnapját is. De hát nem akarok elkalandozni errefelé, mert nem csak főzünk mostanában, hanem valamiért Kányádi Sándor versei, hajdan a 80. születésnapjára kiadtunk 80 verset és fordítást tőle, bár így Péter és István után, Spiró György után talán egy, még egy másik szereplőt kéretlenül behívni, de bár eljönne ő is, hogyha ha hívtuk volna, és tűnődtem, hogy ha belefér, hogyha az olvasmányaimról beszélhettünk, hogy valamelyiket az ő versei közül elolvassam, bár a felkérés ugyebár nem ez volt, hanem hogy mondjak valamit. Én mindjárt megtalálom, ezer bocsánat. És akkor megpróbálok közben beszélni, hogy haladunk azért valamelyest a olvasunk és főzünk terepének az előkészítésével, a hely megvan már, ahol főzni fogunk. Jó ideje megvan, csak át kell alakítani, és ahhoz még egy kis pénz kell, bár nem akarom Zoltántól elvenni a bejelentést, hogy arra is nagyon sok kedves adományozótól bejött már komoly adomány, de hadd olvasom el nektek a krónikás éneket. És Gyulának oda átra. Ég már a szekértábor is. Jó, és akkor megjegyzem itt, hogy ez egy művész kellene persze. Ráadásul esetleg el is tudná énekelni. Hát bocsánat, hogy én, az én hangomon szólal ez meg. Ég már a szekértábor is. Remény sincs fölmentő seregre, a föld is ég. Futja-e még csonkán-bonkán elkeseredve egy utolsó lesz, ami leszre? Csak hős ne légy, mert ebben a hősietlen korban hősnek lenni nem érdemes és nem is szabad, de meg se add magad. Van, aki már kötélre vár, csüggedni is erőtlen, ég már a szekértábor is. Istenem, hova vetődtem? Van, aki sír, van, aki szül, van, aki hallgat, van, aki jajgat. A zsoldosok az elmaradt hópénzért kiabálnak, a tisztjeik az átállás esélyét latolgatják, sutyomban szorosra húzzák a hevedert, s a tönkrevert védők közt kilovagolnak. Van, aki sír, van, aki hallgat, akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, nem mentek volna el. Szétosztjuk az Úr testét, utolsó kenyerünket, mindenki hallgat. Ég már a szekértábor is, ég már a szekértábor is, a föld is ég, füstje a kék egekben tovaködlik, potomság. A többit megírja, ha megírja más, zizegni kezd. Zizegni kezd a hajdani, a majdani kukoricás. És arra gondolok, hogy van valami, valami profétikus a költők, a művészek munkájában, igen hallhatatlanok vagytok, és valami olyasmit érintettek meg, ami mindenkorban érvényes. És ezért lehet a zizegő kukoricásban eltűnő Petőfit is idézni, mert pontosan illenek a korra kritikus szavai a magyarság sorsával összefüggésben, vagy ugyanígy gondolhatunk
de Móra Ferencre is akár máig lehetne vezércikk a Népszavában, vagy akár a Népszabadságban, ha volna még Népszabadság. De mindez, amit ő, hát mit tudom én, mennyi ideje, lassan 100 éve leírt. És csak ezekről a múlhatatlan gondolatokról érdemes beszélgetni és gondolkodni, akkor is, ha közben az ember krumplit hámoz, és ott az asztal mellett cseveg, és azon gondolkozik, hogy van-e értelme beszélni, és mindig oda jut el, hogy igazándiból azt érdemes csinálni, mondani. A többi az mint egy a keretét adja a beszédnek, és az egész világ története azzal kezdődik, hogy a Jóistennek tetszett azt mondani, hogy legyen világosság. És azóta, ha ezt akarjuk, akkor mindig újra és újra megszólalunk. Köszönöm szépen! Hadd kérjünk meg Zoltán, hogy számolj be a programról, projektről és minden olyanról, amit úgy gondolsz, hogy a nagy érdemű is hagy tudjon, és téged is nagy szeretettel köszöntünk. Köszönöm szépen! Kedves barátaink! Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan támogatják a projektüket, és közösen dolgozunk az Olvasunk és Főzők mozgalomba. Ma az első köszönetet azoknak szeretném mondani, akik itt voltak reggel 9-től első turnusba 10 óráig, és ez idő alatt 75 kiló almát megpucoltunk. Majd ezt követően egy kisebb csoport vállalt egy újabb turnust, és újabb 25 kiló almának jártak a végére. Ebből holnap egyébként alma krém, gyümölcsleves készül, tehát igen hamar hasznosulni fog ez a munka. A második köszönet azoknak az embereknek jár, akik nagy pénzt adományoztak nekünk, és akkor itt az a bejelentés, amit Gábor előre jelzett. Tegnap reggel 8 órakor átléptük a 6 millió forint bankszámlára beérkezett pénzt. Nagyon köszönjük az adományozóknak, mint említettem, vannak olyanok, akik nagy összeget adományoztak, vannak, akik kisebbet, de különösen annak a szép számmal megszaporodó 1000 forintoknak, 2000 forintoknak örülünk, amelyek folyamatosan érkeznek a bankszámlára. Készpénz az nagyon fontos egy ilyen építkezésnél, mert láthatjuk itt az épületet, erről van szó. Ennek a pincéjét és a földszintjét fogjuk az Európai Uniós HCCP-nek becézett konyhaszabványnak megfelelően befejezni. És ehhez a készpénz az nagyon jó, mert azt tudjuk megvásárolni, amire szükségünk van. Azonban már 2 olyan adományozónk is van, aki természetben támogat minket. Az egyik éppen tegnap érkezett be, és Miklós gondoskodott a beérkező építési anyagok és szerelvényeknek az átvételéről. A másik ilyen nagyobb adomány pedig, és ez folyamatosan meg fog újulni, a járvány miatt szükséges fertőtlenítő anyagok, illetőleg egyéb a járvány elhárításához szükséges anyagoknak a beadása itt a raktárba, hogy nem tudom pontosan ezt hogyan kell intézni. A jövőben is nagyon várunk olyan építőanyagot, konyhai felszereléseket, amelyeket tudunk használni egy 500 adagos konyhában. Természetesen, ha valakinek csak egy 20 literes lábosa van, ezt is nagyon jól tudjuk hasznosítani, mert 43 intézménye van az Oltalom Alapítványnak és az egyháznak közösen, tehát ez a 43 hely bőségesen fel tud venni mindenféle támogatásokat természetben is. Egyet kérünk, hogy csak működőképeseket hozzatok. Tehát arra ne bazírozzatok, hogy majd mi ezt megjavítatjuk, mert erre nincs se munkaerőnk, se pénzünk, hogy értéktelenné vált műszaki berendezéseket felújítsuk.
Tehát az örömhír szerintem nagyon fontos, mind pénzben, mind természetben előrébb jutottunk, és az építési munkák is elindultak, mert itt a mögöttünk, a földszinten talán többen látták már azt az erről készült videót, megkezdődött a fűtési rendszer beszerelése, tehát ez is egy konkrét lépés, hiszen jön a tél, és akkor hideg épületbe hát a munka is elég nehezen tud folytatódni. További örömhír, hogy benyújtottunk egy pályázatot a gazdasági részleg segítségével az Európai Unióhoz, közvetlenül Brüsszelbe. Ez nem függ attól, hogy vannak-e jótét magyar lelkek, akik hatóságként ezt akarják nagyon támogatni, ez egy közvetlen lehetőség. Itt több dolgot is megcéloztunk, az egyik a hajléktalanokkal kapcsolatos, a másik a demokráciával kapcsolatos. Az első hírek pozitívek, de még távol vagyunk attól, hogy győztesnek nyilvánítsanak minket. A másikban egy nagyon fontos előkészítő munkát végzünk, amely perspektívikusan akár az egész épületre is vonatkozhat. A norvég alapítványhoz hasonlóan van egy dán alapítvány, amely akkor készen áll arra, hogy megvizsgálja az oltalomnak az ezzel kapcsolatos pályázatát. Ez ügyben 29-én kerül sor egy rendkívül fontos megbeszélésre, ahol az oltalom, illetőleg a budaörsi olvasókör vezetősége kollektíve részt fog venni, és remélem, hogy ezzel sínre tudjuk helyezni a második pályázatunkat is. Folytatni kívánjuk természetesen, és itt én megköszönöm a művészeknek a teljesítményét, hogy a múltkorból, a szeptemberiről fölidézzem Szalai Krisztát, aki azt mondta, hogy a művészek a lelkünket gyógyítják, és ebbe a körbe beleértjük Iványi Gábort is, mert ő is a művésze, a lelkünknek a művésze. Emellett pedig hát a fizikai jólétünkről is van, aki gondoskodik, ezért szeretném megköszönni Lakatos Ibolyának, a mai szakácsunknak. Időközben úgy látom elment főzni, mert eddig itt volt, de elmenekült a bemutatás elől. Tehát olvassunk és főzzünk. A művészek hozzásegítenek minket az olvasáshoz, főzni pedig mi magunk is készen állunk. Ezügyben nagyon fontos kezdeményezések vannak. Az Oltalom Alapítvány egy hete szombaton meghirdette 30 civil közösségnek az együttműködési lehetőségeit. Remélem, hogy ebben egy új építkezésről van szó, ami elvezet minket az országos mozgalom útjára, amit a bevezetőben Miklós is beszélt. És ennek a civil együttműködési platformnak én nagy jövőt jósolok, mert az olvasókörök is egyre szaporodnak az országban. Tehát ezt szeretnénk összeszervezni, integrálni. Mi nem akarunk királykodni, nem akarunk hatalmat gyakorolni, mi csupán szakmai támogatást szeretnénk ahhoz nyújtani, hogy hogyan lehet olvasni, hogyan lehet főzni, és mindezt hogy tudjuk megtenni felszólító módban. Olvassunk és főzzünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mielőtt megkóstolnánk, hogy mi is az, amit Lakatos Ibolya főzött nekünk, előtte hagyj kérjük még meg Gerendás Pétert, hogy csináljon nekünk kedvet a kóstoláshoz, már az olvasáshoz kedvet kaptunk ma, Turci István és Bíró György Iványi Gábor inspirációjára. Hát, hagyj kérjük meg a művész urat, hogy még ebéd előtt valamit halljunk, és utána mindenkinek jó étvágyat kívánunk, ne szaladjanak el, ne siessenek el. Drága barátaim! Valahogy az elmúlt években, jó néhány, ez inkább évtizedekben mérhető, valahogy elkezdtük egymást utálni. Korábban lehet, hogy voltak problémák, de valahogy
ez nem volt olyan erős, mint egy jó ideje. Házasságok mentek tönkre, egyik balra, másik jobbra, szó szerint politikai nézetkülönbségek miatt. Évtizedes barátságok hultak szét, elkezdtek vadul acsarkodni egymással, egyébként korábban egymással nagyon jó viszonyban lévő emberek. Én hiszek abban, és erről szól a dal, hogy azért még nem veszíthettük el a normális eszünket, és van még átjáró, erről szól a dal. Már jó ide mindenfelé, olyanokat hallottam, hogy esse a nyáron barnult le, annak meg jó nagy orra van, az meg a saját nemét szereti, a másik túl kövér, s a falra festett ördögtől egyre jobban féltem én. Az egyik a hírekben negatív hősként szerepel, a másik egy zászlóval a téren menetel. Egyikük összefirkált arca a plakáton maradt, a másikat gyalázták egy koholt vád miatt. Ugye te is tudod, hogy kellene átjárók az én, hogy elindulhass végre szép lassan felén. Hiszen egy nyelvet beszélünk, együtt jártuk az iskolát, s mégse találtunk közös hangot több emberöltőn át. Az egyiknek egy jelkép büszkeséget jelent, a másiknak fájó emlék és rossz érzés terem. Ugyanaz a szó van kinek százszor is kevés, de van, akinek ez úgy fáj, mint szívébe szúrt kés. S amik a lövészárokból tüzel egymásra ugyanaz a nép, addig botladozva mindenki pár lépést hátralép. Aki átkozva utálva lesik a másik tér felé, a szitkozódva rongálja a mások életét. Ugye te is tudod, hogy kellene egy átjáró közén, hogy elindulhass végre szép lassan felé. Hiszen egy nyelvet beszélünk, együtt jártuk az iskolát, és mégse találunk közös hangot több emberöltön át. Ugye te is tudod, hogy kellene egy átjáró közén, hogy elindulhass végre szép lassan felé. Hiszen együtt jártunk, s együtt az iskolát, s mégse találtunk közös hangot több emberöltön át. Köszönöm.